Közvéleménykutatás indult a humán szolgáltatások fejlesztéséről a jászapáti járásban. A kérdőív egy előzetes igényfelmérés, mely segít abban, hogy az önkormányzatok sikeresen és céltudatosan pályázhassanak. Az online kérdőív kitér arra, hogy mennyire elégedett a lakos a szülővárosában található intézményekkel, továbbá javaslatot tehet, hogy milyen programokat látna szívesen a településen. Korunkhoz képest ez a megfelelő, szóval ez a kínálat megfelelő. Amivel elégedetlen vagyok? Hát nézze, a közbiztonság. A közbiztonság, azt tudnám mondani. Én itteni születésű vagyok, itt laktam, itt élek. Hát, hogy vagyunk megelégedve? Közép kategóriába. Mi változtatna? Hát elsősorban a munkahelyek létesítésére. Nagyon sokan eljárunk. Több kilométereket utazunk. Egy rövid közvéleménykutatás után ezeket a válaszokat kaptuk a Jászapáti Város honlapján található kérdőívre, mely egy pályázathoz kapcsolódik. Jászapáti Város önkormányzata a járásban található települési önkormányzatokkal együttműködésben a humán szolgáltatások hatékonyságának fejlesztésére nyújt be pályázatot. Ez a kérdőív az EFOP 1.5.3-as projekttel kapcsolatos, amely a Jászapáti Város önkormányzata és a Jászapáti járáshoz tartozó mindösszesen 9 település konzorciumáról szól, a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett járások című pályázati felhívásra vonatkozik. Az online kérdőíven keresztül többek között azt szeretnék megtudni, hogy mennyire elégedett a lakos a szülővárosában található intézményekkel, illetve melyek azok a területek, amin változtatnának. Az űrlapon olyan szakterületek szerepelnek, mint a védőnői szolgáltatás, általános iskola vagy az idősek nappali ellátása. A kérdőív kitöltésével hozzájárulhatnak a lakosok a projekt megfelelő lebonyolításához. Ennek a konstrukciónak az egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkóztatás érdekében a területi különbségek csökkentése. Másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt hiányosságok, problémák, komplex helyi közösségekre és előforrásokra alapuló kezelését célzó fejlesztési programok megvalósítása. A kérdőív kitér a program igényekre is. Itt olyan választási lehetőségek vannak, mint például a fiatalokat segítő programok, egészségmegőrzéssel kapcsolatos rendezvények, vagy fiatal anyákat érintő programok. A Jászapáti járásban élők a kérdőív kitöltésével hozzájárulhatnak a pályázat szakmai tartalmának összeállításához. A kérdőív elérhető Jászapáti Város weboldalán.